említetted a szlovén meg a magyar kosárlabda kultúra közti különbséget. Amikor a Krkához kerültél, akkor te voltál az érdekes magyar kosaras? Mert hogy nyilván magyar kosarasról Szlovéniában sem sokat hallottak. Vagy te voltál a sztárjátékos, a sztár légiós, hát egy légiósnak nyilván többet kell teljesítenie, mint persze egy hazai játékosnak. Amikor oda kerültem, akkor 21 éves voltam, semmiféleképpen nem sztár légiós, inkább egy tehetséges fiatalként mentem oda. Ugye Szlovéniában, vagy abban az ex-jugoszláv kosárlabda kultúrában, magyar kosárlabdáról, vagy Magyarországról nem nagyon volt fogalmuk. Nyilván az, hogy akkor engem az ügyvezetők észrevett és elhívott egy ilyen próbajátékra, és akkor aláírtam a szerződésemet, ez egy lépés volt afelé, hogy esetleg a magyar kosárlabda közeledjen ugye akár a szlovénhez, és ezért gondolom azt, hogy nagyon felelősségteljes szerepe van azoknak, akik külföldön játszanak. Ott van például Hanga Ádám, ugye a Barcelonában játszik, magyar játékos, magyar válogatottban játszik, magyar érzelmű srác, ember, egy nagyon jó ember és egy nagyon profi játékos. Ő rengeteget tud azért tenni és tesz is, hogy a magyar kosárlabda ismert legyen és a magyar kosárlabda benne legyen a körforgásban. Sokkal többet tud ezzel, ő sokkal többet tesz, mint amit bármiféle marketingen vagy bármivel esetleg pénzért meg tudna a Magyar Kosárlabda Szövetség esetleg vásárolni, vagy bármilyen program keretében. Én miatt gondolom azt, hogy ezért lenne jobb, ha minél több magyar játékos lenne külföldön. Én ha ezt ennek eleget tehettem, vagy ennek a része voltam, akkor ennek nagyon örülök. Ugye több évet játszottam Euroligába, Ulep kupába, Adria ligába is játszottam, azt hiszem, hogy 6 vagy 7 évet. Ezek nagyon szép évek voltak, és ha visszagondolok ezekre a külföldi évekre és a nemzetközi kupaszereplésre, akkor a szolnokkal nemzetközi szinten és nemzetközi kupában játszani sokkal több maradandó élményt adott, mint mondjuk a nemzet a külföldi csapataimmal. Nyilván Magyarországért küzdeni, itthon játszani magyar közönség előtt, magyar csapattársakkal, és olyan eredményeket elérni, amiket még esetleg magyar csapatoknak nem sikerült. Ez egy fantasztikus érzés volt, tényleg nagyon büszkék vagyunk. Tényleg rengeteget dolgoztunk érte, és kicsit előre szaladjak most így vezetőként. Ugyanígy ezért dolgozunk, csak már nyilván nem a pályán, hanem a pályán kívül, és ezt a stabil, azt gondolom, hogy egy nagyon következetes munkát, amit a szolnok elkezdett itt 7-8 évvel ezelőtt, ezt szeretném és ezt szeretnénk folytatni, és ugyanígy olyan célokat kitűzni, ami folyamatosan frissnek és élesnek tartja a csapatot. Ahogy visszaemlékszem, elég komoly meglepetés volt, hogy Báder Marci sikeres, hosszú külföldi légióskodás után egyszer csak szolnoki játékos lett. Nem mondom, hogy már gyakorlatilag levezetni jöttél haza, mert azért nagyon-nagyon jó éveid voltak, és részben már említetted is, hogy a szolnoki csapat, magyar csapatba küzdeni, egyenlőség lehet tenni a külföldi karrier meg a szolnoki szereplésed közé? Nem lehet. A szolnoki kosárlabdázóként a Szolnokon eltöltött éveim karrierem legszebb évei, ez egyértelmű. A kosárlabda szempontjából szakmailag nyilván Euroligában voltunk legjobb 16 között, Ulep kupában, ugye, ami most már Eurocup, és a második számú európai nemzetközi kupaviada, ott bronzérmes voltam, tehát ezek jóval nagyobb sikerek, hogyha szárazon az eredményeket nézzük, mint azt, hogy a szolnokkal mondjuk Euro Challenge-ben négyes döntőbe jutottunk. Akkor, amikor hazajöttem, akkor belülről jött egy érzés, és igazából ezek azok, amiket az ember követni tud, és semmi más, senki más tanácsa. Az, hogy mikor vált, mikor hagyja abba, ezek mindig úgy jönnek, hogy ezt nem lehet megfogalmazni. Nekem akkor az volt, hogy elég volt a külföldi életből. Nagyon szerettem külföldön lenni, nagyon sok kultúrát megismerhettem, egy igazi világpolgár vált belőlem. Én úgy gondolom, a sok országban éltem, tényleg mindenhol nagyon sok barátot szereztem, és nagyon jól elvegyültem, de magyarnak érzem magam, itthon érzem jól magam. És akkor eldöntöttem, hogy hazajövök. Akkor abban a
stádiumban, itt 2009-ről beszélünk, 2010-ről, a Szolnok volt az a csapat, aki a legkomolyabb célokat kitűzte. Ugye akkor a csapat ilyen harmadik, negyedik, ötödik volt a bajnokságban, de látszott az, hogy vannak törekvések arra, hogy nemzetközileg is előrelépjen a csapat, nemzetközi kupában induljon, és emiatt választottam a Szolnokot, ami egy nagyon jó döntés volt. Itt nem csak mondták, hanem tényleg törekedtek is arra, ugye a vezetők, hogy nemzetközi szinten megméretessük magunkat, és ha visszaemlékszünk, akkor még selejtezőből indultunk, és volt olyan év, amikor selejtezőből kerültünk a négyes döntőbe. Ezek nagyon nagy dolgok, ezeket átélni, mind a társakkal, mind a szurkolókkal. Mai napig, ha a szurkolókkal beszélgetek, és nagyon jó viszonyom velük szerencsére, és hogy visszaemlékszünk ezekre a dolgokra, ők ugyanúgy élték meg azt, mint mi a pályán. Tehát nagyon nagy sikerként, nem megelégedve, amikor bejutottunk a selejtezőkbe, mondjuk a csoportba, akkor ugye ott is arra törekedtünk, hogy minél tovább menjünk, és ez egy jó érzés, hogyha ugyanazt érezzük mi a pályán, mint mondjuk a szurkolók a leláton. Ők is a saját magukénak érzik, mi is a saját magukénak éreztük, ugye múlt időben mondom, mint játékos, és tényleg ezek az, hogy így magyarként, magyar csapatként, Magyarországon, ugye Debrecenben, ezek óriási élmények voltak, és nem lebecsülve ennek a kosárlabda értékét, mert úgy gondolom, hogy egy olyan négyes döntő, ahol egy Besiktás, ugye egy orosz csapat, török csapat, nem rossz csapatokról beszélünk, hanem európai szinten is edzett csapatokról beszélünk, azért annak már kosárlabda szempontjából is egy hatalmas értéke van. Racionális döntésekről, érzelmi döntésekről is beszéltél, amikor eldöntötted, hogy vége, leadod a szerelést, az is egy ilyen racionális, vagy az is inkább ilyen érzelmi döntés volt? Mindkettő. A karrierem végén, egy szolnoki pályafutásom alatt az komoly hátfájásokkal küzdöttem, amit folyamatosan próbáltunk a legjobb állapotába tartani a derekamat. Utólag is köszönet az orvosi stábnak, Szabó Zoltánnak és Ladovenszki Zoltánnak abban, hogy a sok hisztiát, ami mondjuk ebből fakadt, azt elviselték, és tényleg 0-24, a nap 24 órában mindig a rendelkezésre álltak, és tényleg nagyon sokat dolgoztunk ezen, akár gyógytornal, fizikoterápia, injekciók, minden az, hogy az játékra alkalmas legyen. De amikor abba hagytam, abban az évben már ez nagyon zavart, ez a hátfájás. Ugye rengeteget utaztunk, ami ugyancsak rossz, vagy nem tesz neki jót, és belül megszólalt a hang, hogy ennyi volt. És emlékszem, még előtte Jurkunász kérdeztem, ugye, aki egy sokat megélt játékos, ex-szolnoki játékos volt, aki a segédedzőnk volt. És kérdeztem, hogy te mikor hagytad abba, hogy ez hogy jött, és mondta, hogy majd meglátod, ezt majd érezni fogod, és pontosan tudni fogod azt, hogy mikor kell abba hagyni. De sajnos nekem ez az érzés a szezon közben jött, ugye januárban vagy decemberben, nem tudom, mert két nagyon hosszú utazás után megérkeztünk Moszkvába, edzettünk egyet, bementem az öltözőbe, és nem bírtam felállni az edzés után. Nagyon nehezen visszamentünk a szállodába, és Dragan Aleksics, ugye a mostani vezetőedzőnk, ő volt az edző, és leültem bele, így szóltam neki az ebéd után, hogy tudnánk beszélni, persze. Leültünk, és mondtam neki, hogy figyelj, mondom, annyira fáj a hátam, hogy nem gondolom, mert biztos, hogy nem fog tudni játszani, ha nem bírok felállni. Azt mondja, jó, persze, semmi gond, pihenjél, akkor rendbe hozzunk, de mondom, van még valami, ha viszonyunk Szolnokra, akkor abba hagyom a kosárlabdát. És akkor erre nagyon meglepődött. Azt mondta, hogy edzőként nyilván tiltakozik ellene, és nyilván nagyon rossz. Barátként, magánemberként pedig megérti, mert ő azért látta végig, hogy miket szenvedtem ezzel a sérüléssel, de valószínűleg, hogy ez ott csak egy pillanatnyi elkeseredettség volt, ugye? Mert hazajöttünk, és akkor csináltam tovább, és szerencsére az is egy nagyon sikeres év lett, és a végén minden jó lett, és mindent megnyertünk, de amikor vége volt a szezonnak, akkor erre visszagondolva, ezekre az érzésekre bejelentettem a
Tóth Zoltánnak, ugyanis Nyerges Zsoltnak, hogy nem szeretném és nem is tudom tovább folytatni. Ők még próbáltak győzködni, hogy maradjak és játsszak még tovább, de mondtam, hogy mivel hogy belülről már nem kívánom, ezért biztos, hogy nem lenne annak jó vége, hogyha... Tehát mindig úgy indultam neki minden szezonnak, hogy nagyon akarom, éhes vagyok a sikerre, szeretek dolgozni, még edzeni is, és csináljuk. Akkor ez nem volt meg bennem 100%-osan, és emiatt nem is akartam csinálni, folytatni. Nagyon korrektek voltak, abszolút megértették, nagyon szépen elbúcsúztattak. Mondom, hogy az egy méltó vége volt ennek az egész szolnoki játékos karriernek, és utána jött egy kis szünet, ugye, de most már megint a csapat kötelékében vagyok. Úgy érzem, hogy jót is tett ez a két év kosárlabda nélkül, mert tehát nincs olyan, amit az ember élete végéig 100%-os hozzáállással tud csinálni. Tehát ahogy a szurkolókkal beszélgettem erről, hogy nyilván nálunk ugye voltak ezek a hatalmas sikerek, és egy idő után egy kicsit elkezdett csökkenni a nézőszám, és ez teljesen természetes. Tehát meg kell újulni sokszor, ki kell hagyni egy évet, teljesen más kell csinálni, más sporteseményekre kell járni, és ugye, hogyha a kosárlabda az igazi szerelem, nem csak nekem, hanem akár a szurkolóknak is, akkor egy év után, két év után, vagy akármilyen időszak után úgyis visszatalál az ember, mert rá fog jönni arra, hogy ez az, amit szeret, és ez az, ahol jól érzi magát ebben a közegben. A civil életed az milyen volt ez a két év, hiszen azért itt éveken keresztül megszokott ritmusban zajlott az életed, és akkor így egyik pillanatról a másikra ennek vége lett? Igen, azt gondolom, hogy erről is rengeteget lehetne beszélni, nem csak a kosárlabda szempontjából, hanem élsportolók a sportkarrier után, egyébként a TFM végzős vagyok pont, és ott is szó volt erről. Sőt, még valamit talán beadandót is kellett erről írnom, hogy én hogy látom ezt a fogalmat, vagy nem is tudom mit. Nehéz, ugye a kosárlabda heti 7 nap, naponta két edzés vagy egy edzés, de az a nettó idő, amit a kosárlabdával foglalkozunk egy nap, ha van mondjuk két edzés, meg mondjuk egy megbeszélés, egy videó, az mondjuk 5 óra. De a bruttó azért az én azt mondom, hogy egy 10 óra. Úgy eszel, úgy alszol, délután pihensz, utazol, az edzés előtt ott vagy 3-4 órával, az edzés után ott vagy 1 órát még, mert nyalogatod a sebeidet, és nem tudom, jegelsz, krémeket használsz, lemasszíroznak, csak azért, hogy a következő edzésre a lehetőleg fittebb legyél, és minden más az életben erről szól. Az evés, az alvás, tényleg délután nincs butorbódba mászkálás, vagy hanem ott tényleg délután, akkor délután az ember a délutáni edzésre készül. Reggel úgy kell föl, hogy a reggeli és az edzés között annyi idő legyen, hogy a drill előtti edzésen, amikor elkezdődik, akkor teljesen fit legyen. Ezek olyan rendszert adnak az ember életében, ami automatikusan szinte kitölti a napunk nagy részét. És ugye, hogyha ez megszűnik, akkor az ember ott van úgy az életben, hogy egy, nincsen bevétele, ugye? Vagy mint profi sportoló, fizetett sportoló megszűnik ez a státusz, és onnan ugye már nem keres pénzt. Rászakadt 24 óra egy napból, ami addig nem volt jellemző. Sokkal többet együtt tud lenni azokkal, a családjával, a szeretteivel, akivel előtte a kosárlabda miatt nem tudott, ugye voltak 2-3 napos utazások, stb., ami akkor már nincsenek, és ezt valahogy menedzselik el. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy azt a rendszert, amit a kosárlabda adott az ember életébe, azt valahogy pótolni kell, ha az ember élete nem úgy változik meg, hogy kap egy újfajta rendszert, vagy munkát, vagy bármi, akkor viszont generálni kell valamit, mert ha nincsen rendszer az életünkben, akkor van a káosz, és akkor ez akár pszichés problémákhoz is vezethet, akár elhízáshoz, bármihez, tehát ezek utána ugye ezek a problémák csőstül jöhetnek. Nekem szerencsére
a civil életemben is megtaláltam azt, amivel szeretek foglalkozni. Leköt, igazából a magam ura vagyok, de magam osztom be az időmet, de nagyon-nagyon sok teendő van, amit nagyon szívesen csinálok, rengeteg energiám van erre. A sportot nem hagytam abba, de kosarazni nem szeretek már. Amikor fiúkkal elutazom külföldre, akkor néha rádobok egy-egy labdát így farmerba, de hívtak mindenféle üzletileg a NB2, nem szeretnék, nem. Én azt gondoltam, mindig azt mondtam, hogy Szolnok, ha csinálom tovább, akkor Szolnok, szolnoki olaj, ha abba hagyom, akkor semmi. Teniszezem, konditerembe járok, crossfittezem, ilyenek, sportlövök, tehát nagyon változatos dolgok, amik teljesen távol állnak a kosárlabdától, de a kosárlabda nem. Igazából volt bennem a kosárlabda befejezése után nem egy utálat, de egy olyan csömör, hogy nem kívántam a kosárlabdát semmilyen formában se nézni, ha tévében láttam, elkapcsoltam, se csinálni semmi. A többi sportot igen, azokat nagyon. Tehát volt, hogy egy nap kétszer is elmentem edzeni, mert arra volt igényem. De kosárlabdára nem. És ez az egész, ez, amikor Nyerges Zsolt megkeresett, hogy jöjjek vissza, mint sportigazgató vagy szakmai igazgató, lehet, hogy jó időben talált meg ezzel, de az is lehet, hogy emiatt, de most nagyon kívánom a kosárlabdát. De ez most ez csak ugye nézni, szervezni, így ilyen szinten, és az, hogy játszak, az nincs meg bennem.